22. volt a születésnapja, úgyhogy majd egy boldog szülinapot tartom külön megérdemel. 2013-ban az Erdélyi Zenei Díjátadón az év férfi hangjának választották. 2011-ben fonogramdíjat kapott az év daláért. Van platina lemeze, meg arany lemeze. 2010-ben a Story Gálán ő volt az év zenei előadója és az internet sztárja. Zámbó Dzsini emlékdíjat is nyert. És 2009-ben úgy döntött, hogy most már nem énekel többet a négy falnak, nem lüktet benne, amikor a szürke pulóverében föl alá mászkál se Freddie Mercury és a Máté Péter, se az összes többi nagy előadó legnagyobb slágere és ráadásul hangja. Elég volt abból, hogy gyönyörű festményeket készít és grafikákat, amiket talán a szülei és a közeli rokonok láthattak, egyszer mindenkor megmutatja magát a mi legnagyobb mázlinkra. 2009-ben megnyerte a Csillag születéket. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt a 3K első tehetségkutató vetélkedőjén vagy versenyén, a hagyományteremtő napon, a szülinapon Tabáni István a sztárvendég. Fogadják nagyon nagy tapsot!